Somogy Vámosi Puszta templom. A Somogy Vámosi Puszta templom egy templomrom Somogy Vámos község határában, a török háborúk előtt ezen a helyen egy Csopak nevű település állt, melynek csak a temploma maradt fenn. Az árpádkori Somogy megye egy része a pannonhalmi Szent Márton hegyi apátság birtoka volt, és lelki gondozásukat a bencés atyák látták el. Eddig terjedt a ma is püspöki rangú pannonhalmi főapát egyházmegyéje. A török háborúk alatt a község teljesen elpusztult, neve is feledésbe merült, de a szomszédos Vámos község fönnmaradt, amelynek külső területére esik ma a kora gótikus stílusú templom romja. Építési adatok, építése 13. század vége, stílusa kora gótikus, építőanyaga tégla. Thank you.